Itt áll velem szemben az újjászületés mozgalom külkapcsolati koordinátora. Szekeres Tamás Jenő. Már ez is egy meglepetés. Mesélj, hogy kerültél messze Magyarországról a politika zajló vizén. Érdekes dolog, hogy egy polgárpártban politizálsz magyarként. Hogy alakult ez? Így van. Hát lényegében külföldön élő magyarnak számítok. Pécsi születésű vagyok, tehát magyar vagyok teljes mértékben számolási tekintetben. Szegedi Tudományi Egyetemen tanultam bolgár, tehát szlavisztika bolgár orosz szakon. Illetőleg utána nemzetközi tanulmányokat végeztem mesterszakon, és ebből kifolyólag amellett, hogy bolgarológus, bolgarista vagyok, egyik hivatalos szakmám szerint, a másik hivatalos szakmám szerint nemzetközi elemző, pontosabban mondva geopolitikai elemző. Munkát Bulgáriában találtam, de egyébként mindig is érdekelt, tehát most már lassan 10 éve élek kint Bulgáriában, harmadszorra egyébként, tehát már nem első alkalommal. Megfordultam már többször is az országban, tehát alapvetően érdekel a nép története. Miért választottam a bolgár irányt? Ez is egy érdekes kérdés. Azért, mert a bolgárokkal, nekünk magyaroknak közös az eredetünk. Úgy mondanám inkább, hogy nagyon fontos középkori arisztokratikus uralkodó elemeknek közös az eredete, hun-szkita eredetről van szó, és akkor ugye ezek Bulgáriában elszlávosodtak, még Magyarországon megmaradtak majdnem, hogy eredeti szkita formáikban. Van egy történelmi sorsközösség a két nép között, tehát mindig is érdekeltek. Egyébként más történelmi kérdések is érdekeltek, kikerültem Bulgáriába végleg 2013-ba. Előtte is aktív voltam politikailag itt Magyarországon is, tehát voltam a magyar pártoknak is a tagja, és ugye politika iránti érdeklődésem, aktivitásom ott is megmaradt. És 2018-ban csatlakoztam az újjászületés mozgalomhoz. Az újjászületés mozgalmat Bulgáriában 2014 folyamán alapították, augusztus elején, 15 tavaszán lett bejegyezve. 2017-es parlamenti választásokon 1%-ot szerzett, tehát onnantól kezdve állami támogatásra volt jogosult. Egyébként az állami támogatást évekig a párt elajándékozta különböző szervezetek, főleg olyanoknak, in vitro programra, hogy a bolgár népesség amennyire lehetne csökkenjen, legvészesebben csökkenő népesség egyébként sajnos. A magyar is vészesen csökken, de bolgár is valami katasztrófa, ami főleg az elmúlt 30 évben történik. Tehát háború nélkül annyit vesztett, olyan mértékű lakosságot vesztett Bulgária, mint körülbelül, mint amikor az Oszmán Birodalom meghódította a második bolgár államot. Ez egy katasztrófa, hogy gyakorlatilag háború nélkül történt meg az a dolog. Tehát egy nemzeti katasztrófa előtt áll az ország, és hogy ez megálljon, igazából több fronton is munkába kezdett az újjászületés mozgalom. A pártelnökét Kosztadin Kosztadinovnak hívják, a Mi Hazánk mozgalomnak vagyunk egyébként a bolgár párt szövetségese. Én magyarként is egyébként a Mi Hazánknak vagyok a Ezt erre rá kell kérdeznem, tehát most ott egy nemzeti pártban te egy külföldi, mégiscsak egy ha tetszik, vagy ha nem tetszik, egy kvázi jöttmentként épült. Hogyan fogadták ezt, hogy külföldiként ott válasz politikai szerepet? Ez sem egy hétköznapi dolog. Nagyon érdekes kérdés. A bolgárokról tudni kell, hogy csak ugyanúgy, ahogy a lengyelek is, a bolgárok is testvérként tekintenek a magyarokra. Rettentően jó példának tartják Magyarország hozzáállását a konzervatív értékek védelmezéséhez. Tehát egyébként szimpatizálnak a miniszterelnök úrral is, meg a kormánypárttal is. Azon én dolgozok, hogy minél többen szimpatizáljanak a Mi Hazánk mozgalommal is, amennyire lehet, Mi Hazánk szimpatizásként és szavazóként azért dolgozok. Egyébként most már a pártunkon keresztül is minél jobban meg fogják ismerni valószínűleg a Mi Hazánk mozgalmat. Tehát az érdekes, hogy testvérnépként tekintenek a magyarokra. Tudnak ők is a közös eredetről. Hát ez általában nemzeti körök mind Magyarországon, mind Bulgáriában tudják, hogy a hun-szkita eredetet. És ennek következtében ők nagyon is szívesen fogadtak. Rettentően örülnek annak, hogy odapotyant egy magyar ember, és gyakorlatilag politikailag aktív. Én nekem, tehát én az ottani munkámból tartom föl magamat, IT-szektorban dolgozok egyébként, az más dolog, hogy kicsikét más területen, mint amilyen a képzettségem. Egyébként az érdekes, hogyha valaki geopolitikai elemző, általában valamilyen elemző intézethez kell csatlakozni, és azt láthatjuk, főleg így a sajnálatos ukrajnai események kapcsán is, hogy általában nem a saját véleményüket mondják, nem mondhatják, nagyon kevesen mondják, és mondhatják ki azt, amit gondolnak, de általában őket is támogatásuk érik, főleg a balliberális oldalról.
Na most az érdekes, hogy néha televízióba jutok, de ilyen elemző intézethez én nem kívánok csatlakozni. Főleg Bulgáriában ez még nagyobb, sokkal bajosabb dolog, mint Magyarországon, tehát sokkal liberálisabb erők uralják Bulgáriát, plusz 4 darab amerikai bázis van, úgy vigyáznak rá, mint hogy még Törökországra se. Tehát nagyon fontos geopolitikai területen fekszik az ország, ez is az oka ennek. Tehát nem szabad az ország, nincs meg a szuverenitása. És annak a bolgárok egyébként meg kifejezetten örülnek, hogy oda pottyant egy magyar ember, aki politikailag aktív volt Magyarországon is, és harcol a bolgár szabadságért is. Tehát alapvetően nem csak, hogy probléma nem volt, nagyon is szimpatikus a dolog. A másik dolog az, hogy én Bulgáriában soha nem éreztem magamat idegenként. De ezt maguk a bolgárok is mondják, hogy Bulgáriában egy vendégszerető népnek számítanak. Tehát ott igazából nincsenek idegen. Tehát aki jó szándékkal érkezik az országban, tenni akar az országért, azt szívesen látják. Az újjászületés mozgalmat hova érdemes elhelyezni az erős sorrendben? Hogy állnak a bolgár belpolitikai viszonyok? Hanyadik helyen van az újjászületés mozgalom? 4. helyen áll a bolgár parlamenti pártok közül. 7 darab parlamenti párt jutott be a nemrég rendezett, tehát október 2-án rendezett parlamenti választásokon. Egyébként az érdekes, hogy 2017-től 21-ig több mint 4 év alatt, a Covid miatt több mint 4 év alatt 1 darab előrehozott választás sem volt parlamenti. Na hát ennek kontrájaként 2021 és ugye most 22 folyamán, kicsikét több mint 1 év alatt 4 darab előrehozott parlamenti választásnak lehettünk a tanúi, mindegyikben részt vettem egyébként, mint a párt aktivistája, meg egyik helyi szervezetének az alelnöke is, mondjuk egyébként Szófiában, tehát ilyen szervezési feladatokban is. És a helyzet az az, hogy tavaly 3. előrehozott választáson november folyamán jutott be a pártunk 4.57%-kal. Bocsánat, akkor 2 sikertelen kísérlet után harmadszorra sikerült, viszonylag néhány hónapon belül rendezték ezt a 3 választást? Így van. Azért, mert fölállítottak ilyen ideiglenes szakértői kormányokat a választások között, csak általában széthullott a kormánykoalíció. Legutóbbi 3. esetben sikerült egy ilyen szivárványosabb jellegű koalíciót összehozni, körülbelül, mint ami Németországban van, olyan miről van szó. Ennek az ellenpontja volt akkor az újjászületés. Így van. Meg van egy török párt is, amely senki nem kíván szövetkezni. Ők egyébként nem hivatalosan azért, hogy fű alatt van együttműködésük bizonyos egyéb euróatlantista pártokkal. Igaz, hogy a legkisebb párt voltunk akkor még 13 darab parlamenti képviselővel, most van 27 képviselőnk. Amennyire csak lehetett, amennyire erőink és lehetőségeink ezt lehetővé tették, ellenpontja voltunk a rendszernek, plusz mi okoztuk tulajdonképpen a kormány széthullását. Most jelenleg viszont az az érdekes, hogy több mint 10%, 10 pont, mondjuk hanem 17 vagy 20-10%-kal jutottunk be, 27 képviselővel, és az az érdekes, hogy a múltkorihoz képest valahogy a mandátumoknak azt a kritikus mennyiségét sikerült megszereznünk, ami miatt egyrészt megkerülhetetlen tényezővé váltunk, tehát mindenki udvarol nekünk, míg az euróatlantisták is, csak hát nekünk komoly elveink vannak, nem kívánjuk se az euró bevezetését, se a Covid elleni, igen nevetséges és embertelen intézkedéseket. Itt a Covid politika kapcsán mi volt a pártálláspont? Akár a gazdasági vetületét nézzük, akár hogyha az emberi jogi kérdésről nyúlunk a témához, az oltások kapcsán mit mondott az újjászületés? Lényegében megegyezik a véleményünk a Mi Hazánk mozgalomival, tehát nagyon fontos akartam megegyezni, hogy az újjászületés mozgalom nem oltás ellenes párt. Ugye ezzel szeretik megbélyegezni az embereket, ez körülbelül olyan, mint az illiberális, meg a fasiszta, meg a náci elnevezések, amit szeretnek bizonyos balliberális körök dobálgatni különböző nemzeti pártok irányába, ugyanolyan volt az oltás ellenesség vágya is. Nem vagyunk oltás ellenesek, vannak oltottak egyébként meg a parlamenti képviselőink között is. Mi egyedül a szabad választást szeretnénk minden esetben megvalósítani. De egyébként ez meg a Covid elleni intézkedések terén is, hogy most aki akar, hadd hordjon maszkot. Minket az nem zavar, de ne tegyék kötelezővé, mert egyrészt nem oldja meg a dolgokat, tehát nem védi meg az embereket a fertőzés terjedésétől. Másodszorban pontosan el kell kapniuk az embereknek ezt a vírus, hogy immunitást szerezzenek. Harmadik, hogy nem halálos ez a vírus, tehát nem látjuk okát ennek. Tehát gyakorlatilag egy influenza, egy keményebb influenzához hasonló vírus miatt lett lezárva a fél planéta.
hogy nevetséges. Tehát itt látszik az, hogy itt nem vírusról van szó, hanem bizony gazdasági, kőkemény gazdasági és világpolitikai hatalmi vetülete van ennek. Ugye hallottunk már a Great Reset nevű újraindítási kísérletről. Rájöttek már a világ disznófejű nagyurai is, hogy hát a világ gazdasági rendszere finoman szóval nem fönntartható. Egy új, hát szélsőbalos alapokon nyugvó rendszert akarnak kialakítani, ugye emblematikus uraság Klaus Schwab nevével fémjelzett tervekben, és bizonyos, ezek egyébként marginális körnek számítanak, ezt mondom geopolitikai, meg egyéb külpolitikai elemzéket, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, mint Klaus Schwab, csak az a gond, hogy eléggé frekventált és fontos helyeket, fontos pozíciókat foglalnak el ezek a személyek a világ gazdasági vezetőköreiből. Tehát lobbycsoportokról beszélhetünk, kormányokat behálózó lobbycsoportokról, tehát nagyon kevés állam tudott ebből kimaradni érdemben. Olyanok tudtak kimaradni, mint Fehér Oroszország, Alekszandr Lukasenko vezetésével, vagy pedig Türkmenisztán. Türkmenisztánban be is tiltották a Covid propagandát, egy külföldi amerikai propagandának gyakorlatilag kezelték. Még Belorussziában gyakorlatilag a mi szabad választási elveink alapján ott is az hord maszkot, aki akar, és az oltatja be magát általában Sputnikkal orosz oltás, aki akarja, tehát senkit nem kényszerítenek rá. És gyakorlatilag nincs is akkor halálozás az oltások után, és az a gond, hogy általában az oltottak körében eléggé magas most már a halálozás, ez most már egy év után nagyon szomorúan azt kell mondjam, hogy ez látszik. Plusz ami még szintén látszik, megint geopolitikai jellemzőként mondom, hogy ugye az orosz hadseregbe kötelezővé tették az oltást. Milyen érdek? Hát látszik. Látszik. Másik ok, hogy Putyin miért nem tud egy háborút úgy levezényelni, hogy mondjuk az amerikai Irakba vagy Afganisztánba 2001-ben és 2003-ban, hogy bizony a rubel hozzá van kötve a dollárhoz. Tehát nehogy azt higgyük, hogy Oroszország az olyan független, mint ami ennek, hát próbál függetlennek látszani, de körülbelül az Orbán rendszerhez tudnám hasonlítani a Putyin rendszert. Nem véletlenül vannak közöttük párhuzamokat, vannak. Ugyanúgy posztszocialista állam mind a kettő, de ami itt a legfontosabb, hogy sajnos az orosz katonák be vannak oltva, és ez látszik. Az ukránok meg kevesebben, tehát ez valahol kihat a teljesítményükre. Na most, akiket viszont most soroznak, ők közülük nem mindenki. Nagyon érdekes, hogy a bolgár társadalom viszont 80%-ban nincsen beoltva. És ennek mi az oka? Nem sikerült mert Magyarországon az oltási kampány azért eléggé sikeres volt, elég sokan beoltották magukat, akkor ezt az ottani kormány milyen eszközökkel próbálta menedzselni, hogy minél többen legyenek beoltva? Hatalmas bizalmi válság volt. Körülbelül olyan dilettáns kampányt folytattak Bulgáriában is, mint itt Magyarországon. Annyit tudok mondani, hogy a bolgár nép legendásan szkeptikus. Legendásan szkeptikus mindenféle új dolog a kapcsolatban. Azon, hogy sajnos a nemzeti pártokkal kapcsolatban is szkeptikus. Mi nekünk, mi nemzeti pártnak is rettentően nehéz megmagyarázni az embereknek, elhitetni velük, hogy tényleg jót akarunk, az ő javukért dolgozunk. És hát mindig azt mondjuk nekik, hogy jöjjetek, figyeljétek azt is, amit beszélünk, de a tetteinket figyeljétek leginkább, hogy hogyan járunk el, hogyan lépünk, miket teszünk. Mi a tetteiről fogjátok megismerni őket, hogy Jézus Krisztus urunk is mondta még 2000 éve, tehát körülbelül ugyanez a helyzet nálunk is. Azon mondta, hogy legendásan szkeptikusak a bolgárok, és a szkeptikusságuknak köszönhetően nem nagyon hisznek úgymond a Covid-nak az olyan formában történő létezésében, mint hogy ezt a televízióban propagálják. Tehát azt egyből észrevette a bolgár lakosságnak a java része, hogy hát nem halálos a betegség finoman szóval, tehát nem nagyon aggódták túl magukat, plusz utána nevetségesnek találták a bevezetett intézkedéseket, plusz egy általános vélemény volt, hogy azért volt egy kis zombi apokalipszis, egyébként egy pénteki 13-ai napon kezdődött, márciusban, 2020-ban az egész, tehát megrohanták a boltokat. De gyakorlatilag volt egy ilyen zombi roham, de valahogy ezt kifigurázták a népnek a többség. Ez egy ilyen marginális fővárosi, hát általában mint a körúton belüli liberális köröket, ugye Budapesten körülbelül ilyesmiről volt szó Szófiában is. A népnek a java része ezt leginkább nevetségesnek tartotta. Plusz nem túl jó az egészségi állapota a népnek, az egészségügyi rendszer. Magyarország is túl sokkal jobb, de itt azért valamennyire odafigyelnek rá. Hát Bulgáriában sem ennyire. Voltam már bolgár kórházban rövid ideig, hála Istennek rövid ideig, nem jó hely. Nem jó dolog bekerülni a bolgár egészségügybe, és alapvetően az emberek fizetik az adót, meg fizetik az ottani TB járulékot, az a gond, hogy nem kapnak érte semmit.
plusz akkor még embertelenül is bánnak a páciensekkel is nagyon sok esetben. Tehát mi pártunk ennek ellene van, próbálunk is dolgozni, csak hát egyelőre még nem vagyunk hatalmon. Tehát az a gond, hogy az emberek nem nagyon szeretik egyéb okokból kifolyólag se túllátogatni az egészségügyi intézményeket, és gyakorlatilag nem hívén nép abban, amit a televíziókból próbálnak propagálni. Tehát hatalmas bizalmi válság van. 33 éve gyakorlatilag jó dolog alig történt ezzel a néppel. Szétrabolták az országot gyakorlatilag. A függetlenségét elvesztette, a hadseregét leépítették. Több amerikai katona van majdnem Bulgáriában, mint bolgár. Gyakorlatilag nincs se független bel, se külpolitikája az országnak. És gyakorlatilag van egy uralkodó, hát elitnek nem nevezném, mert az elittől szellemileg igen messze van az a csoport, amely uralja Bulgáriát, különböző pártok formájában. Az a probléma, hogy őnek van egy igen markáns euróatlantista véleményük, a népnek a véleménye totálisan eltér tőlük, és nagyon sok kérdésben. És gyakorlatilag próbálták elhitetni a néppel, hogy itt most tényleg hatalmas halálozások lesznek, mindenféle hullazsákokról regéltek, meg fantáziáltak. Nagyon látszott az, hogy kit mennyire fizettek meg, körülbelül Magyarországon is egyébként, tehát orvosoktól kezdve egy ápolókig is. Gyakorlatilag a nép olyan szinten brutálisan nem hisz a televíziókból, mások azt, hogy nem is médiumokról van szó lényegében. Tehát a bolgár média termékek, csatornák, televízió csatornák, rádiók, gyakorlatilag nem felelnek meg a médium kritériumainak. Tehát propaganda központokról van szó, nem hírcsatornákról. Az emberek ezt átlátják, tehát olyan szinten nem hisznek ennek, hogy más kérdésben sem. A dolog az, hogy egyébként valamilyen szinten így nagyon nagy hagyománya van a természetes gyógymódoknak Bulgáriában, ez meg a másik dolog, és igazából most itt az egészségügyi világszervezet részéről fel akarták találni a spanyol viaszt a bolgár nép számára, amely egyébként legendásan, ugye pálinka is nagyon sok minden gyógyít, ezt mi magyar emberek is tudjuk, a bolgároknak is ugyanez a véleménye, csak ott rakijának hívják, ugyanolyan, mint a magyar pálinka. Tehát alapvetően nem ijednek meg más betegségektől se. Van egy lelki ébredés egyébként a bolgárok, és kezdenek, kezdenek azon a véleményen lenni, hogy nagyon sok betegségnek ugye lelki oka van. Hát ott is egyébként társadalmi problémák vannak, megélhetéssel kapcsolatos problémák, ez is nagyon sok problémának a forrásot. Egészen egyszerűen a legendás bolgár szkeptikusság az arra vezette rá a bolgár népet, hogy 80% egyszerűen nem oltatta be magát. De olyan szintig elterjedt ez a dolog, hogy most aki ellenőrizné az, hogy be van-e oltva az adott illető munkaadókig, rendőrökig, politikusok esetben, főleg a mi pártunk képviselte a be nem oltottak táborát. Gyakorlatilag aki ellenőrizhetné, meg végrehajthatná a kormányrendeleteket, az sincs beoltva. Vagy éppen hát más úton szerez dokumentumot, Balkánon ugye tudjuk, hogy nem nehéz. Így van. Úgyhogy az a lényeg, hogy megoldották. Tehát mondjuk, hogy a Balkán az kicsit olyan, mint a Bermuda háromszög, ilyen tekintetben, hogy sok minden elsüllyedt már ott, álmok is, projektek is, országok is. Hát a Covidnak is valahogy a Sztálingrádjába vált Bulgária. Szóba került a hit, és a lobby csoportok is. Mi az újjászületés mozgalomnak az álláspontja az LMBTQ lobbyról, házasságokban, melegjogi kérdésekben? Milyen álláspontot foglal el? Teljes mértékben ellene vagyunk az LMBTQ propagandának, ugyanúgy, hogy a Mi Hazánk mozgalom. Egyébként nagyjából legalább 95%-ban egybeesik a programunk és követeléseink, és nem is véletlenül vagyunk pártszövetségesek, teljes mértékben elítéljük. Viszont itt van egy hatalmas különbség, mi nem szervezünk, hogy mondjuk ellentüntetéseket, főleg nem brutálisokat. Nem, ehelyett nekünk külön programsorozatunk van, a Családi Értékek Újjászületése címmel, ugye a pártunknak a nevéből. Igazából nem is egy teljes mértékben csak pártprogram, ilyen kulturális program, amit párt tagok szerveznek, de egyébként függetlenül is a párttól, családbarát programok. De ma olyan szintig is elterjedt a dolog, hogy igazság szerint pedagógusokat is meghívunk konferenciára, élőadásokat közvetítünk a
különböző programokról, és ahelyett, hogy támadnánk az LMBTQ propagandát, tehát nyilván persze retorikában nem helyeseljük, próbáljuk diplomatikusan tenni, hogy ne legyünk támadhatóak, főleg a Facebook ne tiltson le minket, mert volt már rá példa, hogy mondjuk Torockai úrról is, hogy sajnos spórul járt, hogy Trump úr is, de mi nálunk ez hála jó Istennek nem történt meg, valahol a diplomatikusságunk is oka ennek, de próbálunk alternatívát kínálni. Tehát nem szégyük őket, megmutatjuk azt, hogy szerintünk hogyan kellene élni, hogyan kellene családcentrikusnak lenni, és hogyan kell a gyerekeket nevelni, mert nem csak életet adni kell az új nemzedéknek, föl is kell nevelni őket. Tehát a családokat egybe kell tartani, és a család a társadalomnak az alapegysége. Ha a családot sikerül szétbontani, akkor gyakorlatilag egy társadalom ki van végezve. És itt szeretnék azért utána szintén geopolitikai jellemzőként arra, hogy nyilván nem véletlen, ezt tudjuk mindannyian, hogy nem véletlenül kezdődtek el bizonyos társadalmi változások az első világháború körül és főleg után. Azóta csökken a főleg fehér ember, világnak a fehér lakosságának a népessége. Ez egy irányított folyamat a világ úgynevezett disznófejű nagyurainak a vezetésével. Nem az a problémájuk a velük fehér emberekkel, hogy fehér bőrünk van, vagy túl albinók vagyunk mondjuk egy afrikaihoz képest, nem ez zavarja őket, hanem az, hogy a fehér ember az képes az alulról induló önszervezésre, tehát egyrészt államszervezésre képes. Tipikusan egyébként megfigyelhető a világtörténelem is, hogy a fehér emberek azok szeretek államokat építeni, szervezni. Egyébként a magyarok ős is attól függetlenül, hogy Eurázsiában éltek, hunok, szkíták is egyébként eredetileg európidok voltak. Hunbirodalomnak a magja, a vezető rétege szintén. És az a helyzet, hogy nehezen lehet irányítani olyan gazdasági, ilyen kulisszák mögötti nem egészen tisztességes eszközökkel a fehér emberiséget, ahogy ők szeretnék, tehát azt a megoldást találták ki, hogy csökkentsék a létszámát az emberiség eme részének. Egyébként nagyon érdekes, hogy az afrikai, latin-amerikai, dél-ázsiai, meg kelet-ázsiai népek esetében nem csökken olyan viharosan a népesség, tehát őket ez valahogy nem érinti. A kelet-ázsiai esetében egyébként megállt már a népesség robbanás, tehát ők most stagnálnak. Kelet-ázsiaiak a más a helyzet, tehát ők is képesek államok, viszont ők, hogy mondjam, sokkal inkább robotizáltok, sokkal inkább automatizálhatók. Ők nem zavarják annyira ezeket a gazdasági köröket, viszont mi fehér emberek, egyébként a magyar nép az gyakorlatilag egy elit része ennek. Tehát a magyar nép az képes volt, ezt most október 20-a alkalmából is mondom, képes volt megszervezni egy forradalmat a szovjet túlerővel szemben is 1956-ban, amit senki másnak nem sikerült. Tehát még a Csehszlovákiának sem sikerült egy olyan forradalmat összehozni. A magyar nép az valahogy parádésan meg tudta ezt oldani. Tehát a magyar népet kifejezetten nem szeretik. Ezért gond, hogy amíg főleg ilyen ősi, hosszú, régi, hagyományos történelme rendelkező népek főleg a saját kezükbe tudják az országuk irányítását, veszélyt jelentenek a világ gazdasági uraira nézve, tehát csökkenteni kell a népességet. Tehát nem véletlenül propagálják az LMBTQ elveket, pontosan azért, hogy ne szaporodjanak a fehér európai, főleg keresztény emberek. Ehhez a fehér Európához kapcsolódna a záró kérdésünk. A Mi Hazánknak a támogatottsága, és akkor ezek szerint az újjászületésnek a támogatottsága is azt vetíti előre, hogy a 2024-es európai parlamenti választásokon itt mandátumok fognak születni. Van-e az újjászületés mozgalomnak bármilyen elképzelése arra vonatkozóan, hogy az EP-be beküldött képviselők melyik EP frakcióhoz csatlakoznának, vagy egy újat hoznának elétre, milyen nemzetközi kapcsolatok körvonalazódnak? Tényleg most már csak egy másfél év van hátra az EP választásokig. Nagyon jó kérdés. Egyébként a jelenlegi csoportok közül, jelenlegi frakciók közül egyikbe se kívánunk belépni, tehát mindegyikkel kapcsolatban alapvető problémáink vannak. Szintén fontosnak tartom megjegyezni, hogy EU-szkeptikus pártnak számítunk, de úgy vegyük ezt az EU-szkeptikusságot, hogy nekünk nem lenne problémánk egy olyan Európai Unióval, amely például a nemzetállamok Európájára épülne. Főleg gazdasági szövetség lenne, mint amiként indult is az Európai Unió. Rendkívül hasznosnak tartanánk, de egyébként azt hozzáteszük, hogy a mi véleményünk szerint Oroszország is európai állam, tehát a népességének a több mint 90%-a az európai orosz területeken él, tehát mondjuk akár Oroszországot is be lehetne venni ilyen formációkba, úgy lenne teljes Európa. Tehát Európa és az Európai Unió nem szinonimák.
Attól függetlenül, ha ez csak egy gazdasági szervezet lenni, illetve nemzetállamok Európája, mi ezt támogatjuk. Viszont ellene vagyunk az euró bevezetésének. Tehát a szuverenitásnak, egy állam szuverenitásának, ugye tudjuk, hogy van egy néhány alapvető bázis, mondja. Ugye, saját haderő, saját külpolitika, saját pénzügyi politika, és hát gyakorlatilag haderő már nincs Bulgáriának, nem áll rendelkezésére, saját külpolitika, meg belpolitika sem igazság szerint. Maradt a gazdasági szuverenitás annyira, amennyire, mert igazából az euróhoz hozzá van rögzítve a bolgár leva. Igazából 97-ben kötötték hozzá a bolgár levát a német márkához. Még ugye 97-ben volt egy kijevi majdanhoz hasonló, szintén sorosisták által szervezett ilyen pucsnak nevezhető, forradalomnak semmiféleképpen, inkább pucsnak nevezném, egy ilyen kommunista, egyébként alapvetően orosz barát kormányt döntöttek meg, utána ugye IMF hitelt folyosodottak Bulgária számára, és hozzá kötötték bizony az euróhoz, akkor még német márkához a levát, azóta euróhoz van hozzákötve. Stabil emiatt, csak az a gond, hogy már emiatt is hibázik a szuverenitás, nem kívánjuk feladni a levát. Másik az, hogy jó lenne ezt aranyhoz kötni. Tehát mi nekünk az a vélemény, hogy hosszú távon inkább aranyhoz kötnénk. Persze ez egyik napról a másikra nem történhet meg. Mindenféleképpen viszont ellene vagyunk annak, hogy a szuverenitásunk utolsó bástyáját is elveszítsük. Ami szintén nagyon fontos még az európai parlamenti választások kapcsán, hogy kevés idő van addig a hátra, tehát hosszúnak tűnik ez a másfél év, de valószínűleg gyorsan el fog telni, főleg, hogyha ilyen aktívan történnek, ilyen izgalmas dolgok történnek a világpolitikában, tehát már most kezdünk készülni rá. A Mi Hazánk mozgalommal mindenféleképpen koordinálni fogunk, kampány tekintetében is, és az is biztos, hogy hát most a Mi Hazánk mozgalomnak is, illetve az újjászületés mozgalomnak is lesznek képviselői az Európai Parlamentben, tehát valószínűleg létre kell majd hoznunk egy teljesen új frakciót, boldogan megtesszük. Szintén fontos, hogy én magam a 2019-es európai választások alkalmával, ugye magyar állampolgárként élek Bulgáriában, nem indultok egyéb választásokon, az Európai Parlamenti választásokon viszont jelölt voltam. Nem sikerült sajnos bejutnunk, ettől függetlenül viszont következő alkalommal be kell jutnunk, és a lehető legtöbb képviselővel. Tehát amit meg lehet menteni egy emberi, tényleg nem Európának nevezhető formációból, azt igyekezni fogunk megmenteni. Amennyire lehetőség van rá. Hát, hogy most Európát mennyire lehet újra Európává tenni, főleg Nyugat-Európa tekintetében, az egy egészen más kérdés, tehát vannak nagyon tragikus, meg tragikomikus dolgok is. Úgy hiszük viszont, hogy Kelet-Európa, Közép-Európa, illetve a Balkán, szintén ugye európai területekről van szó, nagyon-nagyon régi európai államok találtak, és Bulgária az egyik legrégebbi európai állam is, Magyarország is egyébként a legrégebbiek között van. Tehát alapvetően a kelet-európai területekről kiindulva próbálunk egyfajta hát ugye rekonkvisztát szervezni Európa megmentéséért. Jó Isten tudja csak, hogy mennyire fog ez sikerülni. És ugye az elsődleges cél, hogy a mi közép- és kelet-európai balkáni területeinket megvédjük attól a neoliberális fertőtől, ami Brüsszelből árad. Ebben a tekintetben viszont nagyon jó partnerre találtunk a Mi Hazánk mozgalomban. Hogyha az Európai Unió államairól beszélünk, a Mi Hazánk mozgalommal van jelenleg a legerősebb kapcsolatunk, de a Mi Hazánk mozgalom mellett fönnáll kapcsolatunk az AfD-vel is, illetve a Fórum a Demokráciáért nevű holland párttal, illetőleg az Alternatíva Svédországért nevű mozgalommal is. Azon kívül vannak szerb kapcsolatunk, és ők nem Európai Uniós tagállamok, de regionálisan is szintén próbálunk erősödni. Tehát diplomáciailag is azért törünk előre. Messze Mi Hazánk mozgalom vezeti a listát a külföldi szövetségeseink kapcsán. Tehát gyakorlatilag egyébként nagyon hasonlít is a két párt program tekintetében is, retorika tekintetében is. Karakterre a két párt elnöke is rettentően hasonló személyek, hasonló érdeklődési körrel. Még nem találkoztak személyesen, de reméljük, hogy minél hamarabb sor fog kerülni erre. Egy kellemetlen kérdés a legvégére, gyors választ szeretnénk kapni. Pár hónapon belül a világbajnok és elejtezőkben összecsap a két nemzeti csapat. Hajrá Magyarország, vagy hajrá Bulgária? Mindkettő, hajrá. Köszönöm. Én köszönöm. Köszönjük szépen.